Dovolte mi, aby som vás s hlbokou úctou privítala v mene mesta Komárna a v mene mestského zastupiteľstva. Pred niekoľkými mesiacmi na podnet pána primátora, inžiniera Štefana Pástora, samospráva sa rozhodla vyhľadať ešte žijúcich bývalých našich občanov, prípadne ich rodinných príslušníkov z rodín, ktoré pred 5-10 ročiami museli opustiť naše mesto. Dnes pozývame ich domov. Nechceme otvárať z časti zahojené rany duší, ale považujeme za svoju povinnosť s úctou sa pokloniť pred tými, ktorí ešte mohli prísť medzi nás a pred pamiatkou tých, ktorí majú svoje miesto už iba v pamäti svojich najbližších. Tieto rodiny boli pred polstoročím násilne vyhnané zo svojej domoviny, do neznáma, do neistoty a bohužiaľ niektoré aj do zákupy. Túto historickú udalosť nemožno zatajiť, nemožno zabudnúť, ale vrátiť sa domov, navštíviť tých, ktorí tu ostali a spomenúť si, je našou ľudskou povinnosťou. Engedjék meg, hogy Komárom városa és annak képviselőtestülete nevében mély tisztelettel köszöntsem mai önöket. Külön üdvözlöm dr. Krajcár Gyulát, Dél-Komárom polgármesterét. Városunk önkormányzata Pásztor István polgármester úr kezdeményezésére néhány hónappal ezelőtt úgy határozott, hogy a Komáromból 5 évtizede kitelepített, elhurcolt családok élő tagjai, illetve azok utódait hazavívja, hogy együtt emlékezzünk. Nem akarjuk feltépni a lélek sebeit. Igazságot szolgáltatni nem tudunk, de szeretnénk tisztelettel fejet hajtani azok előtt, akik még itt vannak köztünk, és azok előtt, akik már csak családjuk emlékezetében élnek. Több mint fél évszázada tűzték el őket szülőföldjükről az ismeretlenbe, a létbizonytalanságba és sokukat a halálba. Ezt a történelmi tényt nem lehet meg nem történté tenni. Felejtenesen, de hazalátogatni, az otthon maradottakkal találkozni, és velük együtt emlékezni már lehet, és kell is. Hazahív a szülőtől. Ez a mottója a most következő emlékműsornak, mely után körülbelül 30 perces szünet következik, amely alatt színpadra kérjük az emlékérmet átvevő családok képviselőit.
Káin fére üldék. Őről beszélek. A félkarúakról, féllábúakról, akik megmaradtak és hazatértek, fébolyultan hallgatva, új hallgatásra ítélve, friss vörös hegek rózsáival melkasukon. Őről beszélek. Rájuk emlékezem. Rájuk emlékezem, akik eltűntek, és csak a csontjukat őrzi valahol a földön. Rájuk emlékezem, akik éjszakáivat utonállókként felzavarják utolsó nyögésükkel, üvöltésükkel. Kifordult beleiket honszolva az emberiség nem létező ítélő széke elé biztosságunk. Róla beszélek, akik a folyón innen maradnak a partra, fekete tűzek csendjét tanulva, akik számba veszik a folyósodrában elmerülteket, a kiszakítókat, a kiszakadókat, a meg nem születetteket, a menekülni nem tudókat. Rájuk Istenem,
Mindent belátva nézhet a letarolt valóságra.
Merre lehettek most? Thank you.
mi van a kezedben, aranyos fiú áll. Hajtos fűzfa veszű, mogyoró zsóvó, fényes arany rajta, mint a napra volt, meg le is égett, s anyád a volt is benned.
Az, aki egy tavaszi este homlokát vette az egekbe. Napégetet elvert a jég. Tavaly múlt ezer év. De én itt maradtam, mert az ő szüleimet Csehországba szóló értesítést kaptam.